Ebben a videóban a természetes számokról, a számegyenesről, a természetes számok összehasonlításáról és a kerekítésről fogsz hallani. Első lépésként tisztázzuk, hogy mik is azok a természetes számok. A természetes számok halmazát a pozitív egész számok és a nulla alkotják. A halmaz jele a nagy N betű. A természetes szó latin megfelelője a natur, és ennek a kezdőbetűjével jelöljük a halmazt. Ha a halmaz elemeit szeretnénk megadni, akkor azt így jelölhetjük, kapcsolt zárójelek közé téve. Most nézzük meg, hogyan kapcsolódik a számegyenes a természetes számokhoz. Mi is az a számegyenes? A számegyenest is egyfajta mérésre használjuk. A tavak vízszintjét vízmércével mérjük, a hőmérsékletet a hőmérő skálájáról olvassuk le, a természetes számokat pedig a számegyenesen ábrázoljuk. Hogyan készítsünk el egy számegyenest? Először rajzoljunk meg egy vízszintes vonalat, egy egyenest. Majd jelöljük meg a növekedési irányt. Ezt az egyenes jobb végére rajzolt nyíllal tesszük meg. Ezzel jelöljük, hogy balról jobbra növekednek a számok, ebbe az irányba haladnak a végtelen felé. Utolsó lépésben megadjuk az egységet minimum két szám megjelölésével. Így olyan beosztású számegyenest készíthetünk, amilyenre szükségünk van. Jelölhetünk rajta egyesével, kettesével, vagy akár tízesével, százasával növekvő egységeket is. A számegyenesen való tájékozódást a nyíl irány segíti. Ez mutatja, hogy melyik irányban növekednek a számok. Nézzünk meg egy példát a tízes egységekkel jelölt számegyenesen. A 18 helyét úgy kapjuk meg, hogy a 10 és 20 közötti szakasz felosztjuk képzeletben a 10 egyenlő részre, és megjelöljük a 10-től számított 8. pontot. Már tudjuk, hogy a számegyenesen a természetes számokat ábrázolhatjuk. Most nézzük meg, hogy miért jó, ha ábrázoljuk a számokat a számegyenesen. A számegyenesről leolvashatjuk az adott számjegy nullától való távolságát és a többi számhoz viszonyított helyzetét, vagyis összehasonlíthatunk két számot. Az a feladat, hogy eldöntsük, hogy melyik szám a több vagy a kevesebb, a 3 vagy a 10. Ebben az esetben megnézzük a számegyenesen a számok helyét. Ha képzeletben sétálunk a számegyenesen, és a 3-hoz szeretnénk eljutni, akkor 3-at kell lépnünk, míg a 10 eléréséhez 10-et lépnénk. Ebből következik, hogy a 3 közelebb található a nullához, mint a 10. Tehát 3 kisebb, mint 10. Térjünk át a kerekítésre. A kerekítés jele hasonlít az egyenlőség jelhez, de nem egyenes vonalakat kell egymás alá húznunk, hanem hullámos vonalakat. Ha két mennyiség közé kitesszük a kerekítés jelét, az azt jelenti, hogy megközelítően egyenlőek. A kerekítést a mindennapokban is használjuk, például a pénzhasználat során, hiszen szinte minden alkalommal kerekített összeget fizetsz ki. De a fizetésnél más kerekítési szabályokat kell figyelembe venned, erre is kitérünk majd. A kerekítés során is nagyon hasznos, ha számegyenesen ábrázolod a kerekíteni kívánt számot. Mert a számegyenesről könnyedén leolvashatod, melyik két kerek tízes vagy két kerek százas szám között helyezkedik el. Ha egy számot szeretnél tízesre vagy százasra kerekíteni, akkor a kerekítési alapszabályokat kell figyelembe venned. Elsőként a tízesre kerekítés szabályait nézzük meg. Kerekítés során megnézzük, hogy egy szám melyik két kerek tízes közé esik, és azt, hogy a számban az egyesek helyén milyen szám áll, ugyanis ez fogja meghatározni, hogy a kisebb vagy a nagyobb kerek tízesre kerekítjük a számot. Ha a számban az egyesek helyén 0, 1, 2, 3 vagy 4 áll, akkor lefelé kerekítjük a számot. Nézzünk rá egy példát. A 11 a következő két kerek tízes szám közé esik. A 10 és a 20. Az egyesek helyén az 1 áll. Ez azt jelenti, hogy lefele kerekítjük, vagyis 10-re. Ha a számban az egyesek helyén 5, 6, 7
8 vagy 9 áll, akkor felfelé kerekítünk. A kerekítés folyamata ugyanezekből a lépésekből áll, tehát a 16-ot megvizsgáljuk, hogy melyik két kerek 10-es szám közé esik. Az a 10 és a 20. Az egyesek helyén a 6 áll, vagyis felfelé kerekítjük a 20-ra. Ha egy számot 100-asra szeretnénk kerekíteni, akkor ugyanezeket a kerekítési szabályokat kell alkalmaznunk, de a 10-esek helyén álló számot kell figyelembe vennünk. Ha a 10-esek helyén 0, 1, 2, 3 vagy 4 áll, akkor lefelé kerekítünk. Nézzünk erre is egy példát. A 610-et szeretnénk kerekíteni. Első lépésben állapítjuk meg, hogy melyik két kerek 100-as szám között áll. Ez a 600 és a 700. Második lépésben megnézem, hogy a 10-esek helyén milyen szám áll. Az 1. Ez azt jelenti, hogy lefelé kerekítem, vagyis 600-ra. Felfelé kerekítünk, ha a vizsgált számban a 10-esek helyén 5, 6, 7, 8 vagy 9 áll. Tehát, ha a 359-et szeretnénk kerekíteni, akkor megnézzük, hogy melyik két kerek 100-as szám között áll. Ezek a 300 és a 400. Majd megnézzük a 10-esek helyén álló számot, ami az 5. Így felfelé kerekítjük a 359-et a 400-ra. A fizetés során nem ezzel a kerekítési szabállyal dolgozunk, ugyanis a pénzhasználat során minden összeget nullára vagy 5-re kerekítünk. Ennek az az oka, hogy korábban még volt 1 forintos és 2 forintos érme is a forgalomban. Amióta ezeket megszüntették, nem tudunk pontos összeget fizetni, csak ami nullára vagy 5-re végződik. A szabály az, hogyha az egyesek helyén a 8, 9 vagy az 1, 2 áll, akkor nullára kerekítjük az összeget. Például, ha egy tej 188 forint, akkor azért 190 forintot fogunk fizetni a kerekítési szabályok miatt. Ha egy zacskó tészta 189 forint, akkor azért is 190 forintot fizetünk. Ha egy táblacsoki 191 forint, vagy 192 forint, akkor ugyanúgy 190 forintot fizetünk a pénztárnál. Ez azért van, mert nincsen forgalomban 1 és 2 forintos érme, amivel a pénztáros vissza tudna adni neked ezekben az esetekben, vagy amivel te pontosan kifizethetnéd az összeget. Akkor kerekítjük 5-re az összeget, ha az egyesek helyén a 3, 4 vagy a 6, 7 áll. Ha a boltban egy kiló alma 533 forintba kerül, akkor ezért 535 forintot fizetünk. Ha a mosópor 534 forint, akkor 535 forintot adunk a pénztárosnak. Abban az esetben, ha egy tusfürdő 536 forint, akkor 535 forintot fizetünk. Ha egy üvegszörp 537 forint, akkor az a pénztárnál 535 forintot jelent. Erre a kerekítésre azért van szükség, mert a legkisebb forgalomban lévő érme az 5 forintos, így az 5-re végződő összegeket ki tudjuk pontosan fizetni. Foglaljuk össze, hogy miről is volt szó. A természetes számok, a nulla és a pozitív egész számok. A számegyenesen balról jobbra, vagyis a nyíl irányába növekednek a számok. A számegyenesről leolvashatjuk az adott számjegy nullától való távolságát és a többi számhoz viszonyított helyzetét, vagyis összehasonlíthatunk két számot. A kerekítés szabályai: nullától 4-ig lefelé kerekítünk, 5-től 9-ig felfelé. Ha 10-esre kerekítünk, akkor az egyesek helyén álló számot figyeljük meg, ha 100-asra, akkor a 10-esek helyén álló számot. A pénzhasználat során más kerekítési szabályokat kell figyelembe vennünk. Az összeg nullára végződik, ha az egyesek helyén 1, 2, 8 vagy 9 áll, vagy természetesen a nulla. Az összeg 5-re végződik, ha az egyesek helyén 3, 4, 6, 7 vagy természetesen az 5-ös szám áll. Ezzel le is zárjuk ezt a témát, remélem, most már könnyebben fog menni a tanulás.